egy pályamű. Erdős Sándor a vámpír és a kanász. Nádi farkasok üvöltése törte meg a csendet a puszta felett az éjszakában. Gácsér Serafino lesöpörte a pókhálókat a frakjáról, miután a nyughelyéről szolgáló koporsóból kicihelődött. Serafino ugyanis egy tűzgyökeres erdélyi vámpír volt, csak egy tűzifának szánt szállítmánnyal migrálódott a magyar pusztára egy fészer mélyébe. Az éhség ébresztette mély álmából az éhség, ami átjárt a sötét valóját, éhség a vérre, amit oly rég kóstolt. Gyorsan összeszedte magát, és kilépve a fészerből, természetellenesen kifinomodott érzékeit használva, zsákmány után kutatott. Nem is kellett sokáig kutatnia, mert nem is messze élő lények jelenlétét érezte. Egy közeli falu felől fújt a szél, ahonnan vérszak csapta meg a vámpír orrát. Az éjsége azonnal cselekvésre is késztette, ezért a falu felé lopakodott az éjszaka sötétjében. Ám nem csak ő vadászott aznap a sötétben, egy emberi lény is arra készült, hogy erőszakkal vegye el egy másik élőlény életét. Az éjszaka már a vége felé járt, amikor egy sötét alak kezében egy hatalmas késsel lopakodott a kerítés mellett. Néhány perc múlva egy hátborzongató visítás verte fel a falu csendjét. A gyilkos, vértől csöpögő késsel a kezében elégedett mosolyol az arcán lépett a közelben égő tűz mellé. A falu felé közelítő Serafino megérezte a friss vér semmivel össze nem hasonlítható édeskés szagát, és az illat forrása felé iramodott hihetetlen sebességgel. Egy sötét alakot vett észre egy tűz mellett, egy bárdal aprított még meleg húsdarabokat az asztalon. Megérkezett már oda, ahonnan a vérszagerett, úgy gyorsan az idegen mellé lépett és ráröhögött. Vér! Várj egy kicsit, komám, nem sokára kész, már pirul a hagyma! Dörmögte Józsi a kanász a bajusz alatt, majd egy padra mutatott. Addig csak ülj le oda, bárki is vagy, nem sajnálom tőled, de nem szeretem, ha sürgetnek. Mikor megsült a friss disznóvér, amit Józsi a kanász a hajnali bőlérkedésért kapott fizetségül, Serafino kezében nyomott egy nagy tállal belőle, jó étvágyat kívánva neki. A vámpír nagy éhségében falni kezdte az ételt, ami roppant módon ízlett neki. Csak is így fordulhatott elő az, ami ezer év alatt egyszer sem, hogy a felkelő nap fénye a szabadban találta a jó ízűen falatozó vámpírt. Nos, ez volt egy újabb pályamű. Ha valami véleményük van, észrevételük van, akkor ne abozzanak.